A belügyi törvénycsomagot vitatják meg a köztársasági parlamentben. Nebojsa Stefanovics belügyminiszter ismertette a törvénycsomag részleteit, majd a képviselők elmondták módosítási indítványaikat. Fremond Árpád, a VMS köztársasági képviselője felszólalásában kitért a közlekedésbiztonsági és határvédelemről szóló törvényre is, illetve a Pannoner TV-nek adott interjújában kiemelte, a vajdasági magyarok számára különösen fontos, hogy minél nagyobb arányban alkalmazzák őket a rendőrség és a tűzoltóság keretein belül. Három hónapos szünet után folytatódik a szerbiai képviselőház ülése. A tavaszi ülésszak első ülésén nagyon fontos törvények szerepelnek, például a belügyi törvénycsomag, amelyről Fremond Árpáddal, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjével beszélgetek. Üdvözlöm, a VMS számára melyek a legfontosabb pontjai ennek a belügyi törvénycsomagnak? Talán a közlekedésbiztonságról szóló törvénnyel kezdeném, hiszen itt az mellett, hogy bizonyos szigorításokat vezetnek be, amelyek nem lesznek egyébként drasztikusak, de reményeink szerint mindenképpen arra jók lesznek, hogy még jobban odafigyeljenek majd az autóvezetők, illetve a közlekedők az elkövetkező időszakban. Mindezek mellett a mezőgazdasági termelőknek egy több éves problémáját tudtuk megoldani a kapcsolható eszközök bejegyzését illetően, illetve regisztrálását illetően, hiszen most ebben az új törvény tervezetben, ebben a módosításban azok a munkaeszközök, amelyek gyárilag nem rendelkeznek irányjelzővel, vagy pedig fékkel, gyakorlatilag a műszaki vizsgán nem mennek át, ezek most kikerülnek a bejegyzések alól, és azt lehet mondani, hogy hát három év után, vagy több mint három év után több ezer aláírás után a mezőgazdasági minisztériumban és rengeteg munka után elérkeztünk oda, hogy a kapcsolható eszközök kérdését és azoknak bejegyzésének a kérdését azt levesszük napirendről, és teljes egészében meg tudjuk ezt oldani, hiszen azokat az eszközöket, amelyekről nem volt számla az első megvásárlásról, azt két tanújelenlétében 2015 végéig lehetett regisztrálni, tehát az egyik problémát megoldottuk már akkor, 15 végéig, most pedig gyakorlatilag itt 2018 elején megoldjuk ezt a problémát is. Nagyon fontos az, hogy a határvédelemről szóló törvény napirenden van, illetve a menedékjogról szóló törvény szintén. Itt elmondtam a Vajdasági Magyar Szövetség álláspontját elsősorban migránsügyben, hiszen nagyon-nagyon fontos számunkra egyrésztről az, hogy az Európai Unió is egységesen kezelje ezt a kérdéskört. Azt hiszem, hogy az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb problémájával néz szembe az Európai Unió, hogyha a migránsokról beszélünk, és erről az egész folyamatról. Ezért nagyon fontos a Vajdasági Magyar Szövetség számára, hogy Szerbia felelősen álljon hozzá ehhez a kérdéshez. Beszéltem arról is, hogy amikor mi erről két és fél évvel ezelőtt beszéltünk, Pásztor Bálint frakcióvezető úr, amikor beszélt erről, akkor komoly támadások értek bennünket, de ettől függetlenül már beigazódott az, hogy a kerítés építés a Magyarország déli határrészén az igenis elődézte azt, hogy a migránsok nem ezt az útvonalat válasszák Európa irányába, hanem más alternatív útmódokat keresnek, és ilyen szempontból fontos az, hogy az elkövetkező időszakban is Szerbia felelősen álljon hozzá ehhez a kérdéshez, és hogy semmiképpen olyan területeken, ahol kisebbségek élnek, ne alakítsanak ki olyan pontokat, ahol a migránsokat be tudják akár fogadni, vagy pedig idéglenesen tudják ott befogadni őket. Mi el fogunk mindent követni ennek érdekében, hogy ez ne így legyen, és reméljük azt, hogy az ország továbbra is felelősen fog hozzáállni ehhez a kérdéshez. Néhány napja zárult le az a belügyminisztériumnak az a pályázata, amelynek keretében több száz rendőrt, vagy több százan jelentkezhetnek rendőrnek, és már az sem akadály, hogyha valaki kettős állampolgár, ez most a kisebbségekre vonatkozó részre miatt kérdezem, jelentkeztek-e magyarok például, ön tud erről? Ez a rendőrségről szóló törvénynek a hatásköre, és nagyon nagy örömünk számunkra, hogy az a rész, ami pontosan a kisebbségek egyrésztről elhelyezésére, valamint a kettős állampolgárság kérdésére vonatkozik. Ez nem változott meg, ugyanis 2016 elején pont a Vajdasági Magyar Szövetségnek volt egy módosítási indítványa, ami elfogadásra került, ami gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy a kettős állampolgárok is lehetnek rendőrök. Ugye a tavalyi év folyamán tűzoltókra volt kiírva pályázat, 100 tűzoltóra volt kiírva pályázat, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt évek során azt lehet mondani, hogy most lett a legtöbb kisebbség
légi tűzoltó kötelékében felvéve. Ez egy óriási eredmény számunkra, és itt folyamatosan kapcsolatban voltunk a belügyminisztérium államtitkáraival és a belügyminisztérium dolgozóival is. Így van ez most a rendőrök esetében is. Január 26-án lett kiírva a pályázat, és itt 250 rendőr olyan területen is természetesen, 250 rendőr felvételére, akik számunkra is fontosak, ugye Szabadka, Zombor, Újvidék és egyéb más fontos állomások állományának a bővítésére. Tudomásunk szerint jó pár jelentkező fiatal van, aki magyar, és bízunk abban, hogy ezek a fiatalok mindenképpen majd rendőrökké tudnak válni. Ez nagyon-nagyon fontos azokon a területeken, ahol a nemzeti kisebbségek nagyobb arányban élnek, és bízom abban, illetve igyekezni fogunk mindenképpen azért, hogy minél több sikeres pályázó legyen ezen a téren is, és igyekszünk együttműködni a belügyminisztérium munkatársaival ebben a kérdésben is. A törvénycsomagban szerepel a személyi számokra vonatkozó szabályozás módosítása is. Ön is kitért erre, és azt mondta, hogy kezdeményezni fogják, hogy a büntető törvénykönyvbe bekerüljön a személyiség tolvajlás, ha jól értettem. Igen, megpróbáljuk majd az elkövetkező időszakban ezt megvizsgálni, ennek a kérdését. Az, ami biztos, hogy gyakorlatilag 1978-ban lett a személyszámról szóló törvény meghozva, hát ugye 40 éve, és ideje volt már, hogy az EU-s csatlakozási folyamat során is, illetve más standardok alkalmazása is gyakorlatilag megváltozott a világ, és ilyen szempontból fontos az, hogy ez a törvény változtatásra kerül. Itt van még egyébként az állampolgárságról szóló törvény is, itt is nagyon sok olyan személy van, illetve van jó néhány olyan személy, aki nem rendelkezik még állampolgársággal, azért, mert vagy valamelyik más tagköztársaságban volt jelen. Az biztos, hogy most ezzel a törvénymódosítással lehetővé válik az, hogy könnyebben meg tudja kapni mindenki az állampolgárságot, főleg azok, akik a volt Jugoszlávia területéről származnak, vagy pedig máshol születtek a volt Jugoszlávia területén, és ebből a kifolyólag a személyi számuk is más. Ez nagyon-nagyon fontos kérdéskör lesz, illetve nagyon fontos változtatás még az, hogy azon idős személyek, akik gyakorlatilag meg kell, hogy kapják az igazolványt, és hogy folyamatosan nem kell már, hogy cseréljék, azok számára is lehetőség lesz arra, hogy kicseréljék, akik ezt nem tették meg az elmúlt időszakban. Én is köszönöm a lehetőséget.